Anna Merkaba, Sirius. Sürgős üzenet a földi legénységnek. 2015. augusztus 24. Anna Merkaba által közvetítve. A föld gravitációs vonzásának centrifugális vonzása, és a föld tengelyének a nap magnetikus erején keresztüli imbolygása, valamint a föld gravitációs vonzása pozícióba hangoldónak a polaritások említett vonzásában és taszításában a matematikai eszmék a tudósaitok pszichéjében fel fognak emelkedni az univerzum működésének megértésének a helyreállításának érdekében, és maga a bolygónak, amin laktok. Mert a gravitációs vonzás, amit most tapasztaltok gyorsan változik számotokra. Ez a választás járművetek magasabb frekvencián való rezgését okozza, ami a gyomrotóba lévő pillangók múló érzéseként fordítja le, Valamint szívdobogás érzésként és egyáltalános érzésként, hogy néhány lábbal a föld fölött lebegtek, ami a járművetekkel való kapcsolatotok megszűnésének érzésével jár. Mert az igazság, hogy amely azonosságokat szívetekhez közel hordozzátok, amelyeket megszereztetek, gyorsan gomlnak le, leperegve, hogy igaz lényetek felfedődjön. És így ugyanez történik a földetekkel, mert a bolygó amin egy új kognitív realitásba konvertálódik. Változtatja, alakítja, és túllépja a frekvenciákat és egy hatalmas lépést tesz az új idő és tér kontinumba, amiből tudja fejlődését folytatni. És így a veszteség, kapcsolatlanság és üresség múló érzései természetes jelenségek sokatok által tapasztalva bolygótokon. Mivel ez valóban így van, hogy identitásaitok vesztitek el és tudtotokra erővel van hozva hogy melyik vagytok valóban. Egy új identitás megértése és az ismerős realitásotoktól való elvállás hatalmas felfordulást okoz a bolygótokon újra, hatalmas felfordulásokat, mert a külső és belső realitások naponta csapnak össze számotokra. Ezáltal a belső realitásotok többi már nem kapcsolatos a külső illuzórikus világgal. És ahogy Gályá emeli rezgését, ahogy egyre magasabbra emelkedik, az ő átalakulása hozzájárul minden gáján élő lény átalakulásához, és fordítva is. Amit próbálunk mondani nektek drágán szeretettek, hogy a centrifugális erő a föld belsejében és a centrifugális erő a saját járművetek belsejében jelenleg hadilábon áll sokatokkal, és ezért egy nagy egyensúlyba hozó cselekmény szükséges részetekről, hogy stabilizáljátok az energiákat, amik kívülről és belülről hatnak rátok és ezért rendkívül fontos egyensúlyt találni belül a múlt év programozásának eltávolítása által és egy új vibrációs rendszer elsajátításával a bolygón való fejlődés folytatásához. És mint ilyen azok közületek, akik az említett fény lehorgonyzásáért jöttek a bolygóra, az említett átalakulás lehorgonyzásáért, nagyon elfoglaltnak fogjátok magatok találni, mert ahogy folytatódik a masszív felébredések hatása úgy ti vagytok azok, akik az elveszett lelkeket vezetni fogjátok és segíteni őket egy új megértés elérésében, és a jó indulatú hozzáállás elsajátításában egy új realitás felé, amibe a föld és minden azon lakó gyorsan halad. És így arra kérünk benneteket maradjatok éberek a gyors változásokra, amik felétek haladnak. Hogy maradjatok elképzeléseitekben földeltek? hogy maradjatok földeltek annak tudásában, hogy ez szívetek legmélyén van. Hogy következetesen kövezzétek ki az utat azoknak, akik el vannak vezve és segítsetek nekik hazajutni, haza igazi köz. Kérünk, hogy maradjatok stabilak, és hogy továbbra is tartsátok a magas vibrációkat, amikre valóban képesek vagytok. Ez minden, ami számotokra van most nekünk. Szeretünk titeket. Viszlát mostra. Mint mindig, Maradjatok földeltek. Maradjatok a fényben.